Új épületben működhet 2022 végétől a megyei kormányhivatal Záhonyi járási hivatala. A korábban MÁV kórházként funkcionáló ingatlan több mint 300 millió forintból korszerűsödhet és adhat otthont az eddigiek mellett új hivatali osztályoknak is. A legutóbbi időszakban több mint 500 millió forint támogatást nyertünk el energia hatékonysági felújításokra. Ennek a forrásnak egy részét fogjuk rákölteni a Záhonyi hivatalunkra. Ebből több más épületünknek is az energetikai megújításhoz megtörténhet. Emellett pedig hazai forrásból Magyarország kormányától 300 millió forintot kaptunk arra, hogy a teljes rekonstrukciója megtörténhessen ennek az épületnek. Jelentősen biztonságosabbá válik Máté Szalka három forgalmas közlekedési pontja. Körforgalom épül a 49-es főút és a 471-es főút találkozásánál, de a város másik két balesetveszélyes kereszteződését is fejlesztik. A hideg időjárás miatt az építkezések leghamarabb márciusban kezdődnek el. Kiegészíti ezt a nagyívű fejlesztést a 471-es úton lévő másik körforgalom, ahol jelen pillanatban ott tartunk, hogy a kivitelező kiválasztása megtörtént, és a miniszterelnökség közbeszerzést ellenőrző hatóságára várunk, hogy visszaigazolja, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történt, és gyakorlatilag ott is szerződést tudunk kötni, ez pedig a 471-es főúton a Zöldfa és a Medgyesi útnak a kereszteződése, az egyik legveszélyesebb útszakasz ma Máté Szalkán. És aztán pedig jön a harmadik körforgalom, ami a piacnál lesz, ez pedig az Ipari út és a Medgyesi útnak a kereszteződése. Termelői piac nyílt november elején Nyírkarászon. A több mint 83 millió forintos beruházás célja, hogy az önkormányzat és a helyi termelők által előállított termékeket helyben elérhető áron értékesítsék. A nyírkarászi önkormányzat a piac építésével összhangban több a rövid élelmiszerlánc kialakítását célzó beruházást tervez. Zöldség, gyümölcs az közmunkaprogram keretében termeljük, ott paprikától, paradicsomtól, uborkától, káposztától kezdve, tehát ott teljesen, ami a hagyma, ami a konyhára kell, az itt szinte minden megterem, valamint úgy gondoltuk, hogy szeretnénk akkor itt egy saját zöldség üzletet nyitni, ahol meg tudnánk el tudnánk adni a karfiolt, még ha vásárolni is kell, vagy gyümölcsöket, banánt, narancsot. Szabolcs-Apátbereg megye legfontosabb gazdasági kérdéseiről tárgyalt november 5-én Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a megyeházán. Az eseményen szó volt a régió fejlesztési lehetőségeiről és munkaerőpiaci helyzetéről. A tárcavezető a tárgyalást követő sajtótájékoztatón arról beszélt, a gazdasági fellendülés és a munkahelyteremtés záloga Észak-Kelet Magyarországon az ipari fejlesztésekben van. Ami az országnak ezt a részét iparpolitikai szempontból, gazdaságpolitikai szempontból felértékeli, az az erőteljes iparfejlődés, ami az elmúlt néhány évben jellemezett bennünket. Az országban van egy generálisan Észak-Nyugat Magyarországról, Dél-Kelet Magyarország irányába történő iparosodási folyamat. Ennek jelen pillanatban a legnagyobb haszonélvezője ez pontosan az országnak az észak-keleti része, Nyírség, Hajdú-Bihar megye. A számokban ez még nem látszik, hiszen még a mai számokról beszélünk, viszont egy év múlva, amikor azok a beruházások, amiket most tervezünk és épülnek, elindulnak, akkor gyakorlatilag az országnak az egyik legiparosodottabb részéről beszélünk. Épül a szabolcsi almatermesztés megújításának sarokköve, mondta a Szabolcsi Alma Centrum novemberi bokrétalvató ünnepségén Nagy István agrárminiszter. A közel 10 milliárd forintos beruházás eredményeként nyáron 10 ezer tonna alma tárolására alkalmas létesítmény segíti majd a térség termelőit. Örömmel látjuk, hogy a vidékfejlesztési program kertészeti üzemek megújítását célzó pályázatára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből több mint 770 termelő pályázott. Van tehát remény, lesz alapanyag, és van remény a gazdákban is ahhoz, hogy érdemes tovább is almát termeszteni, érdemes továbbra is ezzel az ágazattal foglalkozni. Ebből a keretből támogattuk több mint 1,5 milliárd forinttal ennek a 9,6 milliárd forintos projektnek a megvalósulását. A munka idén februárban kezdődött, és ezzel az ország legnagyobb almatermesztésre alapozó kutató, szaktanácsadó és post-harvest logisztikai központja tud megépülni. Márciusra elkészül a hűtőházi rész, júniusra pedig befejeződik a válogató csomagoló technika kiépítése.